Kárpátaljára utazott Volodymyr Zelenszky, az ukrán elnök nagykövetekkel és diplomatákkal tárgyalt Ungváron, majd a kárpátaljai magyarság képviselőivel is találkozott a Beregszászi Kossuth Líceumban. Ungváron kezdődött az ukrán elnök villámlátogatása. Volodymyr Zelenszky a diplomáciai kirendeltségek vezetőivel találkozott. A cél az volt, hogy a nagykövetek közelebb hozzák Ukrajna győzelmét a háborúban. Ehhez az elnök 5 fő üzenetet fogalmazott meg. Az első a béke formulája, a béketerv. A második a fegyverek és a szankciók. A harmadik Ukrajna, EU és NATO integrációja. A biztonsági garanciák és a szomszédságpolitika. A negyedik a gazdaság, a helyreállítás és az átalakulás. Az ötödik pedig az emberek. Mind itt Ukrajnában, mind külföldön, mondta Volodymyr Zelenszky. A kárpátaljai megyevezetéssel tartott értekezleten a biztonsági és a szociális helyzetről tárgyaltak. Kárpátalján komolyan fejlődik a gazdaság. A megyei költségvetésben jelentős források érkeznek, megyénkben számos áttelepült vállalkozás is működik, és számos befektetés is érkezett, hangsúlyozta Viktor Mikita, Kárpátalja katonai kormányzója. Volodymyr Zelenszky Beregszászban a kárpátaljai magyarság képviselőivel találkozott. Az ukrán elnök megköszönte a magyar közösség hozzáállását a háborúhoz. Köszönöm önöknek és egész Kárpátaljának a menekültek iránt tanúsított gondos és tiszteletteljes magatartást. Meghallgattam a megye vezetőjének a jelentését, és nagyon elégedett voltam vele, hogy mennyi mindent tettek az emberekért. Ez tiszteletet érdemel, hangsúlyozta az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky egy korábbi újévi tévébeszédében magyarul is köszöntötte a beregszászi magyarokat. A házigazda, Babják Zoltán polgármester ezért úgy látja, nemzetiségi kérdésekben ezt az utat kellene folytatni. Kiváló alkalom volt arra, hogy Zelenszky elnök úr találkozzon a kárpátaiakkal, a beregszásziakkal, a magyarokkal és az ukránokkal együtt, és idéztem az elnök urat, amikor szót kaptam. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke azonban nem kapott szót. Ezért írásban adta át javaslatait a kisebbségi oktatásról. Leírtam a gondolataimat, elsősorban az anyanyelvű oktatással kapcsolatban, kisebbségi kérdéssel kapcsolatban leírtam, hogy milyen pozitív példák vannak Európában. Lásd, most fogadták el a román oktatási törvényt, de megoldotta teljes körű anyanyelvű oktatás Vajdaságban. Volodymyr Zelenszky egész napos munkalátogatását előzetesen nem tájékoztatták a nyilvánosságot, és a sajtó is csak helyenként vehetett rajta részt.